Vida Ildikó távozik a Nemzeti Adó és Vámhivatal éléről. Az adóhatóság elnöke már május végén benyújtotta a lemondását, de az csak most derült ki. A NAV elnöke lemondásáról a munkatársait levélben értesítette. Ebben azt írta, hogy döntéséhez az elmúlt 5 év küzdelmei, a személyét és családját ért támadások, illetve az adóhivatal átalakításának kormányzati elképzelései vezettek. A DK szerint a kormány a lemondást is úgy próbálta meg eltitkolni, mint Vida érintettségét a kitiltási botrányban. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét. Azt mondja ön, azt mondja a pártja, hogy el akarja titkolni, vagy el akarta titkolni a kormány Vida Ildikó lemondását, de miért? Tehát lát ebbe logikát? Lemondott, ezt túl sokáig titkolni nem lehet, maximum addig a pillanatig majd jön, amíg nem jön az új elnök. Tehát egyszerűen nincs értelme az ilyet titkolni. Hát, szóval fogalmam sincs, hogy miért titkolják. Hát csak önök mondták, hogy ezt titkolták. Hát igen, mert ugye azt tudjuk, hogy az elnökasszony mindegy 2 hónapja benyújtotta a miniszterelnöknek a lemondását. Én el nem tudom képzelni azt a gyakorlatot, amikor egy vezető, közigazgatásban dolgozó, ilyen hivatalt elnöklő személy lemondását azt nem osztja meg a nyilvánossággal a miniszterelnöki hivatal 2 hónapon keresztül. Ha nem osztja meg, akkor nyilván az ember megkérdezi magától, hogy mi a csuda lehet ennek az oka. Nem találták ki, hogy hogyan mondják el, hogy mennyire menjenek vissza az amerikai kitiltásig, hogy mennyire fog rávetülni erre a kérdésre, a simicskátalanításnak a története. Ez szép ez a kifejezés. Hogy kimondtam? Igen. Egy nekifutásra. Igen. Elégedett is vagyok magammal e tekintetben. Na, szóval nem tudom. Teljesen értelmetlen. Nem találtak utódot, mert nem bíznak senkiben. Ha igaz, a fele annak, mint amit akár Magyar Bálint mond, akár Ferenczi Krisztina, aki most elhunyt és sokat foglalkozott a Fidesz ügyeivel, akkor ez egy nagyon fontos bizalmi állás, hogy kivezeti az a NAV-ot, hogy ne engedjenek hozzá senkit sem a Fidesz érintettségű cégekhez. Ez okozhatott például problémát. Az a legkevésbé szerintem, amit az elnök azt mondja a levelében, hogy a NAV átszervezésével kapcsolatos vita végén úgy gondolja, hogy nem tudja azt képviselni. Azt hiszem a legkevésbé, mert az ő problémája. Csak mi mindig nem találok ebben logikát. Az önök állításából kiindulva, hogy a kormány egyszer titkolta azt, hogy kik az érintettek, aztán titkolta azt, hogy tudta, hogy kik az érintettek, aztán Vida Ildikó az egyetlen az érintettek közül, aki mind a mai napig nyilatkozott, hogy ő érintett az amerikai kitiltási botrányba, ott kiderült, hogy ő közölte is kormányzati illetékesekkel, tehát mindenki egy kis ellentmondásba keveredett, de azt titkolni, hogy a Nemzeti Adóhatóság elnöke lemondott, egyszerűen nincs értelme, hiszen előbb-utóbb kiderült. Tehát nem találok benne semmi rációt. És én lennék a legboldogabb magyar állampolgár, ha ezt az egy dolgot nem értem ennek a kormánynak a politikájában, mert persze, hogy ez egy mai hír, tehát érdemes róla váltani 3-4 mondatot. Hát, és nem kis hír, tehát hát a Nemzeti Adóhatóság elnökéről van szó. Nem fogjuk megtudni soha. Szóval most már itt vagyunk. Gondolja? Itt vagyunk sokadik éve ennek a kormánynak a tevékenységét figyelve. Ez egy viszonylag jó záródó maffiaszerűen szervezett rendszer, amit a fiúk régen megtanultak a kollégiumban, azt viszik tovább. Nagyon-nagyon meg lennék lepve, azt kell önnek mondjam, hogyha az igazat megtudnánk. Ráadásul ebben egy sor nem írásos történet. Van a miniszterelnök ilyen-olyan-olyan megfontolásai, amit legfeljebb a legbizalmasabb környezetével tárgyal meg. Kivétel lenne, hogyha valamikor ebben valaki egy igaz mondatot mondana. Majd valamit mondani fognak természetesen. Hát, az is ön szerint örökre titok marad, hogy kik azok, akiket kitiltottak az Egyesült Államokból? Hát azt nem hiszem, mert annak sokfajta nyoma van. Az egy kormányváltás után ki fog derülni, hiszen gondolom, hogy hivatalos kérésre, ahogyan eddig is egyébként úgy látom, hogy azt tudjuk, hogy a külügyminisztériumot tájékoztatták ezekről a dolgokról, majd akkor is tájékoztatni fogják utólag. De hát nézze, azért itt a nagy ítélet az
maga az, hogyha egyszer egy választáson ezt a kormányt, ezt elküldik, és egy másik kormányt küldenek a helyére. Az lesz a fontos kérdés, hogy aztán majd annak idején egy 7 évvel korábbi történetnek milyen részletét tudjuk majd elmesélni. Jó lenne, ha minél többet persze, hogy értsük meg, hogy ezek hogyan működtek. A Vida Ildikó lemondása, és nem, tehát a nyilvánosságra került kvázi lemondó levele, hogyha az abban foglaltakat, a NAV átszervezése és ebben nézeteltérések, ha azt nem fogadja el érvként, akkor ugye marad az, hogy simicskátalanítanak, ahogy ön fogalmazott. Hát ebben meg megint nagyon nehéz egyrészt belelátni, másrészt a logikát megtalálni, hiszen hogyha Vida Ildikó is része, vagy részese volt bármi olyan rendszernek, amely rendszer védett bizonyos köröket, más köröket meg éppen, hogy nem helyezett védettsége alá, hát akkor itt olyan összefonódások lennének, hogyha ebben igaza van az ellenzéki képviselőknek, amely összefonódás örökre szól, hiszen ha az egyik kiteríti a lapjait, akkor bukik a másik is. Tehát Vida Ildikót nem lehet elküldeni az állásából. Persze, szóval ez egy rendkívül kockázatos történet. Hogyha valaki megengedi, mint ahogyan Orbán miniszterelnök megengedte, hogy a kormányának jelentős része felett ne ő, illetve a parlament gyakoroljon ellenőrzést, hanem üzlettársa, volt kollégiumi társa, volt pártpénztárnoka, és ő maga mondhatta meg, hogy ki legyen mondjuk a gazdasági miniszter. Hát már a nevét is elfelejtettem. Németh Lászlóné. Vagy ki legyen a NAV-nak a vezetője. Vida Ildikó, és egy sor állami vállalat élére lényegében ő jelölte a vezetőket. Ez önmagában baj. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor az nem az esküje alapján is választóinak tett ígérete szerint kormányoz, hanem legalább részben bábja valakinek. Ez baj. Na most, hogyha valakit beengedik egy ilyen körbe, és adok neki alapvetően törvénytelen feladatot, mert ez törvénytelen feladat, hogy védd a denyémeket, és egyébként pedig járjál el az ellenfelekkel szemben, akkor kiszolgáltatom magam. Erre például bizonyítékot még eddig soha senki nem tudott felmutatni. No, ennél a helyzetek picivel jobb, mert az amerikai ügyvivőnek az állításai mögött lényegében ilyen típusú cselekmények vannak. Fideszhez köthető, tanácsadással foglalkozó cégek azzal keresnek meg, vagy kerestek meg amerikai cégeket, hogy el tudnak intézni az adóhivatalban azt is, hogy megbüntessék őket, meg azt is, hogy ne. Ugye ez egyik vád Vida Ildikó ellen. Na most, ha én egy ilyen tudásnak a birtokában vagyok, majd kegyvesztett leszek, és elhagyom a hivatalomat. A miniszterelnök folyamatosan ki van szolgáltatva annak, hogy egyszer csak megszólal. És azt már hiszem... Már valaki. Akár maga Vida Ildikó. Uh-huh. Tehát neki itt két problémája van. Egy, hogy a csodába tudom elérni, hogy Vida Ildikó ne szólaljon meg, egy viszonylag békés válás kell levezényelnem. Ne legyen még több tüske. Ennek a részleteit mondom, hogy nem ismerem. Kettő. Hogyan tudok olyan embert találni az adóhivatal élére, aki nem kötődik Simicskához, de legalább részben hajlandó folytatni azt, amit mi eddig csináltunk, vagy a legkevesebb, amit elvárok tőle, ne borítsa ki a brit, hogy ő bele fog látni ebbe a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy ha titkolózásról beszélünk, akkor ezek az okok vannak igazából a háttérben, mert ezek nem könnyen elintézhető történet. Mindenesetre az amerikai kitiltási botrányról, ami egy darabig uralta a híreket, már hogy sok médiumnál uralta a híreket, ez most már igazából a háttérbe szorult, mert hogy a híreket most már a menekült kérdés uralja. Akarják önök, avagy sem, ez uralja. Már hogy önök ellenzéki képviselők. És a minap bizonyára olvasta Lázár János lapinterjújában úgy fogalmazott, hogy ez a kérdés most az európai baloldalnak a vaterlója. Ön is így értékeli? Tehát, hogy ebből nem tudnak jól kijönni. Próbálok önnek őszintén is mélyen válaszolni. Hogyha azt mondja Lázár János, hogy a magyar választók és az európai választók jelentős része egyébként valamilyen módon bezárná Európát, hogy megmeneküljünk ettől a menekült áradattól, és a jobb oldal fogékonyabb a bezárkózásra, mint a bal oldal, akkor Lázár Jánosnak e tekintetben igaza van. Hogyha azt mondja Lázár János, hogy mondom a másik végét, hogy a magyar választók többsége támogatja a kerítésépítést, akkor Lázár Jánosnak nincsen igaza, a magyar választóknak 70%-a nem támogatja a kerítésépítést, dacára annak, hogy nagyon sokan
azért tartanak attól, hogy itt mi lesz, független attól, hogy összesen 4500 menekült van nagyjából Magyarországon jelen pillanatban. A Helsinki Bizottság elnöke ma vagy tegnap mondta ezt a számot, azt gyanítom, hogy ő ismeri. Az igaz, hogy ez nem magyar probléma, de az is igaz, hogy Európának ez problémája, mert akik egyszer belépnek az Unióba, és hát látjuk, hogy a déli határon keresztül naponta ezrek, 1500 ember bejön, azokkal Európának amit kezdeni kell, mi meg részei vagyunk ilyenkor is a történetnek. Szóval jellemzően történelmileg baloldali eszméket valló pártok, hogy tudnak ebből a menekült kérdésből politikailag jól kijönni? Tehát nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte bizony ez a kérdés a jobboldali pártokat erősíti. A bezárkózás, a nemzeti tudat, öntudat erősítése, mi vagyunk, miénk az ország, miénk a határ, miénk a lehetőség, ne vegyék el tőlünk. Hát ez a mostani politikai helyzet abszolút erősíti. Nézze, hogyha hogyan tud jól politikailag kijönni kérdést, úgy értjük, hogy lehet ebből választói támogatást szerezni mi politikánkkal, akkor azt mondani, hogy minden bizonnyal nem, vagy jóval kevésbé, mint a jobb oldal. Ez egy nagy kihívás. Eladjuk-e a hitünket 30 ezüstért a politika júdásaként, vagy sem? Meddig szabad korrigálni a politikánkat? Én általában nem értek azzal egyet, hogy különösen a baloldal hajlamos arra, hogy mi a baloldali politika, azt egy ilyen statikus állandónak gondolja, és ráadásul a múltból eredezteti. Hogy azt mondtuk 40 év, hogy az a baloldali politika, akkor most is az. Ez nem így van. A baloldaliság relatív. A jobboldal politikájához képest, a lehetőségekhez képest, a szükségletekhez képest kiválasztom a legbaloldalibb alternatív. És az sokszor egyébként nem ott van, mint ahol volt 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ez rövid távon ennek a kormánynak, hát hogy a menekülő útvonalat hozott, láthatólag stabilizálta magát, nekünk ezennyi fejfájást okoz, de mi lenne, hogyha tisztességesek lennénk? Egyelőre rövid távon megelégednénk azzal, hogy a lényeghez, hogy ezek elesett, nehéz helyzetben lévő emberek, és segíteni kell nekik, ehhez tartanánk magunkat. Én ezt képviselem, önnek mondtam, hogy kommunikációsan ezt minden bizonyal el fogjuk veszíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam.